Miskolcon idén a társadalomtudomány volt a legnépszerűbb szak. Az intézménybe pedig összesen csaknem 5000-en szerettek volna felvételt nyerni. A ponthatárokat csütörtök este hirdették ki. A miskolci jogon már régen volt ilyen alacsony a ponthatár. A magyar történelem szakra viszont országos szinten is nehéz volt bekerülni. Csaknem 2000 embert már felvettek Miskolcra, de a pótfelvételén is be lehet még kerülni, akár állami finanszírozású helyekre is. Több tízezer fiatal élete fordult nagyot csütörtök éjszaka. A telefonokra megérkeztek a várva várt SMS-ek, kihirdették az idei ponthatárokat a felsőoktatásban. Az emelt szintű érettségi vizsga követelmény idei bevezetése a fiataloknak nem okozott gondot, inkább a pontok miatt aggódtak. Alapból is emelt szinten terveztem ugye angol érettségit tenni, és ugye ez nem jelentett nekem problémát a felkészülésben, viszont az ugye problémás volt, hogy mivel én nem kapom meg érte, hogy a plusz 28 pontot a nyelvvizsgáért, mivel ugye ugyanabból a tárgyból emelt szintű érettségiztem, mint amiből ugye a nyelvvizsgát megszereztem volna, így mínusz 28 ponttal indultam, ami egy picit probléma volt, de szerencsére nem okozott végül gondot nekem. Martin végül így is 417 ponttal várhatta a ponthatárok kihirdetését. Az egyetemek viszont megérezték a változó rendszert, országosan 18%-kal csökkent a jelentkezők száma. A Miskolci Egyetem viszont megtartotta eddigi népszerűségét, itt is az országos átlagnak megfelelően alakultak a ponthatárok, és már több mint 2000 hallgató biztosan itt kezdi meg szeptemberben a képzést. Csak a magyar hallgatókról beszéltem, amikor azt mondom, már 2000 fő fel van véve, ehhez még hozzá kell tenni még vagy közel 200 fő külföldi hallgatót, akik már felvételt nyertek. Augusztus során, augusztusig nekik ezt vissza kell igazolni, hogy élni is akarnak ezzel a lehetőséggel, de a többségük nyilván zömében élni fog vele. Így már most elérjük lassan a tavalyi teljes felvett létszámot. A Miskolci Egyetemen a következőképpen alakultak a legmagasabb ponthatárok. Az állam és jogtudományi karon az államilag finanszírozott pontszámok csökkentek. A közkedvelt jogászszak nappali képzésére 365 ponttal lehetett bejutni, levelező képzésre pedig 431 ponttal. Mindkét képzés állami ösztöndíjas. A gépészmérnök és informatikai kar minden alapképzésére 280 ponttal lehetett bekerülni. Az egészségügyi kar nappali tagozaton az ápolás és betegápolás képzésre kellett a legtöbb pont, szám szerint 304. A legmagasabb felvételi pont szám szerint 400 a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet képzéseihez kellett. Az előadó művészet tuba, zongora és ének szakára is ezzel a pontszámmal lehetett felvételt nyerni. A gazdaságtudományi karon a kereskedelem és marketing képzésért a legtöbbet, ide 404 pont kellett. A műszaki anyagtudományi karon az újdonságnak számító vegyészmérnök szakon volt a legmagasabb a ponthatár, 295. A műszaki földtudományi karon pedig a műszaki földtudományi szakra kellett a legtöbb pont, 292.